Jó estét kívánok, köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Beszélgetésünk során a mai napon Bodai Nórát arról kérdezem, ő egy egészségpszichológus, illetve mentális egészségfejlesztő, hogy Hajószörényben létrejött egy lelki egészségközpont az egészségfejlesztési irodán belül, és hogy ez mi is, milyen feladattal hívták életre. Tehát ez a Hajdúböszörményi ESV Nonprofit Kft. Gondozásában egy pályázat keretein belül, egy EFOP-os pályázat keretein belül valósul meg, és tulajdonképpen az egészségfejlesztési iroda tevékenységét egészíti ki, azzal, hogy a lelki egészségre, a mentális egészségre helyezi a hangsúlyt. Az én tevékenységem az tulajdonképpen e köré épül. Elsősorban az elsődleges prevenció szinterén zajlik, illetve a krízis intervenciók tartoznak a fő feladataim közé. A munkám során kijárok oktatási intézményekbe, különféle szintereken tartok előadásokat, illetve interaktív foglalkozásokat a mentális egészség megőrzésével, fenntartásával kapcsolatban, illetve lehet hozzám jelentkezni egyéni, szupportív, tehát ilyen támogató, megtartó, terápiás jellegű beszélgetésekre. Ezek ingyen elérhetőek a járáshoz tartozó lakosok számára. Hogyan kapcsolódik, mennyire kapcsolódik szervesen a te munkád az egészségfejlesztési irodához? Tulajdonképpen, hogyha az egészség fogalmát nézzük, akkor az egészségügyi világszervezet definíciója szerint az egészség az a testi, lelki és a szociális jólét állapota, és fontos szerepet tölt be ebben, hogy a lelki egészség, a mentális jólét az ugyanúgy meg tud betegíteni, mint ahogyan a testi tüneteink is tudnak lelkileg zavarni minket. Tehát tulajdonképpen ebből az elvből kiindulva ezeket a fizikai szűrővizsgálatokat, tanácsadásokat egészíti ki az én munkám azzal, hogy a mentális egészségre is odafigyelünk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogyha valaki az élethelyzetéből, az életkorából, az adott történések vagy krízisekből fakadóan valami olyan nehézséggel szembesül, amit a saját erejéből nem tud leküzdeni, akkor jelentkezhet nálunk, és megoszthatja a nehézségeit. Mi a tapasztalat leginkább a lakosság terén? Azt is nagyon jól tudom, hogy iskolákba, intézményekbe is el szoktál látogatni. Az egészségfejlesztési irodának korábban nem voltak kapcsolatai, például az oktatási intézményekkel, ezt most szeptember óta kezdtük el ezeket a kapcsolatokat kiépíteni, és az a tapasztalat, hogy nagyon pozitívan állnak hozzá. Tehát nagyon nyitottak rá, igényt tartanak ezekre az előadásokra, foglalkozásokra, az ott dolgozó pedagógusok aktívan bevonódnak ebbe a folyamatba, és hát én igazából csak ilyen elképedve nézem, hogy milyen minőségi munka zajlik az intézményekben. Tehát úgy gondolom, hogy ennek hosszú távon egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat lesz az eredménye. A főiskolával is kapcsolatban állunk, illetve tényleg minden szintéren bemutatkozunk. Az óvodákba például még nem jutottam el, tehát nagyon nehéz ezt így összeszervezni, de látszik, hogy megéri. Megéri befektetni az időt és az energiát, mert nyitottak rá, és kíváncsian várják, hogy legközelebb mivel állunk elő. Lakosság, illetve gyerekek. Milyen témák azok, amik ez ideig leginkább felmerültek a böszörményiek terén, amire igény van? Igen, hát ami a mentális egészséget a leginkább érinti, azok ugye a hangulatzavarokkal, a szorongásos zavarokkal kapcsolatosak, illetve a szenvedélybetegség, a demencia prevenciója, ezek azok a témák, amik így elsősorban felmerülnek. Az egyéni foglalkozások során nyilván azokra a konkrét élethelyzeti válságokra koncentrálunk, amit egy ilyen biztonságos, védett anonimitást és titoktartást megtartó környezetben igényelnek. Viszont az előadások témája azok főleg a népegészségügyi vonatkozású kérdéseket tartalmazzák. A Lelki Egészségközpont emellett klubokat is működtet. Melyiket emelnéd ki a tevékenységetekben? A lelki egészségre vonatkozó klubjaink elsősorban azok az anyaságra, illetve a párkapcsolatra felkészítő klubok. Én is szeretnék majd klubokat szervezni, erre már vannak is ötletek, viszont még most ez ilyen
ilyen előkészület alatt van, tehát keresjük a kapcsolatokat, próbálunk olyan helyi közösségeket kiépíteni, illetve olyan kapcsolati hálózatot kiépíteni az intézmények által is, amivel egy fenntartható klubot tudunk majd elkezdeni. Nóri, kinek javaslod akár az egyéni terápiát, akár pedig ezeket a csoportos közösségi foglalkozásokat? Így a munkámmal kapcsolatosan azt érzem, hogy nagyon sok emberben vannak ilyen kételyek, hogy van-e szükségük pszichológusra, vagy hogy egyáltalán mi is egy pszichológusnak a feladata. És tulajdonképpen vannak ilyen kételyek azzal kapcsolatosan is, hogy mit jelent az, hogy valaki mentálisan jól van, jól érzi-e magát. Az Európai Unió állásfoglalása szerint a mentális egészséghez három fő dolog tartozik hozzá. Az egyik az, hogy képes vagyok arra, tehát az egyik része az az önértékelés, humanitás. Tehát ez azt jelenti, hogy értékelem saját magam, értékes embernek tartom magam, és ugyanígy bánok másokkal is, illetve hogy elégnek tartom magamat arra, és a többi embert arra, hogy az emberi méltóságot megőrizze. A második része ennek az a kontrollérzés, az, hogy tudom, hogy képes vagyok a gondolataimat, az érzelmeimet, az érzéseimet a meghatározott keretek között megtartani, és hogy azok a döntések, amiket hozok az életemben, azokkal járó stressz helyzetekben meg tudok küzdeni, hatékonyan tovább tudok élni egy teljes életet. És a harmadik része ennek az állásfoglalásnak pedig az, hogy olyan kapcsolatok létrehozására, kezdeményezésére vagyok képes, amelyek kölcsönösen pozitív érzéseket nyújtanak, tehát amiben teljesnek érzem magam. Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy aki úgy érzi, hogy ebben van valami hiányérzete, valami zavar, amit esetleg szeretne helyrehozni, vagy úgy érzi, hogy szüksége van egy külső nézőpontra, aki vélemény nélkül, ítélkezés nélkül, tanácsadás nélkül, mert a pszichológusnak ez az egyik legfontosabb ismérve, hogy nem ad tanácsot, hanem segít egy olyan úton, amiben az önismeretet elmélyíthetjük, amiben felelősségteljes döntéseket hozhatunk, és ezeket a döntéseket a későbbi életünk során sem bánunk meg. Tehát én azoknak tudom javasolni, akik úgy érzik, hogy egy olyan ember segítségét szívesen igénybe vennék, aki nem ítélkezik, és aki nem ad tanácsot, de közben meg is tartja az ő titkaikat. Lelki egészségközpont, ha csak a novembert nézem, meg annyi programot kínáltok, felsorolod nekem, hogy melyeket? Tehát az első ilyen programunk novemberben az a 8-án megrendezésre kerülő párkapcsolatra felkészítő tréning, amit Drény Gáborné Magdika tart, és ez a Művelődési Házban szokott lenni este 6 órától. Ezt követően van egy szülésre felkészítő csoportfoglalkozás november 13-án, amit Konyáriné Fekete Katalin tart, és ez 16 óra 30 perckor kezdődik, ez a Bocskai gyógyfürdőben kerül megrendezésre. November 22-ére egy anyaságra felkészítő tréninget terveztük be, szintén Drénné Magdika közreműködésével, és ez is 6 órakor kezdődik, és 23-án pedig a babamasszázs tréning fog újraindulni Németh Gáborné Anna Mária vezetésével, ez pedig 9 órakor szokott kezdődni, és szintén a fürdőben kap helyet. Ezen kívül vannak olyan klubjaink, amikhez folyamatosan lehet bekapcsolódni. Ilyen a babahordozós klub, amit Sápi Vivien tart. Az anonim alkoholisták csoportjának a foglalkozásai, illetve dohányzás leszoktató foglalkozásokat is tartunk. Ezekről a plakátjainkon folyamatosan lehet tájékozódni. Ami kifejezetten a mi tevékenységünkhöz kapcsolódik, így a lelki egészséggel kapcsolatos világnapok programjainak a szervezése. Tehát ez már most a múlt, de október 10-én a Lelki Egészség Világnapja alkalmából készültünk egy programsorozattal, illetve november 3. csütörtöke a Füstmentes Világnap, és ebből az alkalomból is készülünk egy olyan programmal a főiskolán, elsősorban az ott lévő hallgatók számára, ami így a dohányzás prevenciót helyezi előtérbe.
aki esetleg kedvet kap és érdeklődik a Lelki Egészség Központ iránt, hogyan jelentkezhet? Elérhetőek vagyunk a Facebookon keresztül. A városban számos helyen el vannak helyezve a plakátjaink, tehát hogy azokon is megvannak az elérhetőségeink, illetve személyesen is be lehet jönni, és akár a portán, az orvosi rendelő portáján megkérdezni, hogy jelenleg hol vagyunk, mert én is sokszor sokfele tartózkodom, nem mindig vagyok helyileg itt elérhető, viszont a telefonszámomat, az e-mail címemet könnyen meg lehet találni, akár interneten keresztül is. Nóri, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöket pedig arra kérem, maradjanak továbbra is itt a Városi Televízió műsoránál.